mézek üvegben és a jól ismert medve formájú műanyag dobozban. Minden erről a finomságról szólt hétvégén a Móricz Zsigmond könyvtárban. A kétnapos nyírségi termelői méz konferenciára méhészek mellett fogyasztókat és más érdeklődőket vártak, akik különböző témákban hallgathattak meg előadásokat. Propolis, pempő, virágpor közvetlen felhasználási módját ismerteti egy apiterápiás egyesület elnöke, a dr. Körmendi Rácz János. Utána a következő előadásunk kimondottan a biogazdálkodás, vagy a szántóföldi biogazdálkodásról a dr. Szabó Béla tartana nekünk egy előadást. Az lesz a következő. Mai nap utolsó előadása Erdélyi Tibor méhészmester vagy méhészmérnök tartaná. Ő mindenféle méhészeti terméket termel és közvetlenül értékesít a fogyasztók felé. Maga a fogyasztók visszajelzései, maga a termelési technológia, amire felhívná a figyelmet, és ezeknek a felhasználási módjáról számolna be. Előbb egy kis kézi eszközzel fedelezik, majd egy látványpergetőben gyors tekeréssel pergetik a mézet a gyerekek. Az eseményen bárki kipróbálhatta a méhészek munkáját. Emellett ingyenes mézkóstolásra és a kaptárba való betekintésre is lehetőség volt a két nap során. A konferenciának is célja ugye a mézfogyasztás népszerűsítése, illetve hogy felhívja a figyelmet a mézfogyasztásának jótékony hatásairól, hogy az emberi szervezetnek mennyire szüksége van magára a mézre. Ez egy életörű egészség, mondhatjuk úgy. A méz kifejezetten magas vitamintartalmának köszönhetően ajánlott napi fogyasztásra is, illetve szeretnénk növelni az átlag mézfogyasztást. Ugye Magyarországon ez elég alacsony. Ez fejenként mindössze 60-80 dekagram évente, és bár pár éve még csak 30-40 deka volt, a cél, hogy a fogyasztás tovább növeljék. Idén egyébként jelentősen nem változnak a mézárak, legfeljebb az őstermelőknél piacokon lehet drágulást tapasztalni. 2019 elég szomorú év a méhészeknek, a sokak megélhetését biztosító akácvirágzása idején ugyanis két hétig esett, így nem sok akácméz termett. A gyenge közepes terméshez ráadásul rossz méz felvásárlási ár is társul. Noha az ágazatot közvetett támogatási forrás segíti, a problémákra önmagában ez nem jelent gyógyírt. Egyértelmű a megoldás az lenne, hogy a hazai mézfogyasztás drasztikusan nőjön, nagyon el vagyunk maradva. A másik megoldás pedig, hogy a nemzetközi mézpiacokon sportszerű verseny legyen, azaz az Unió kezdje már el végre a harmadik országokbeli mézek minőség ellenőrzését, kezdje el a mézek nyomon követését, hiszen, mint említettem, azért sportszerű lenne a verseny, mert nem természetes mézekről beszélünk a harmadik országbeli import esetén. A mézfogyasztást ösztönzi a napokban elindult és december elejéig tartó Legyen minden nap mézes nap nevű kampány, az ennek keretében tartandó mézfesztiválok, valamint a november 15-i mézes reggelik is, amelyekhez számos iskola csatlakozott. A gyerekeket rajzpályázattal is megcélozták, amelyet három korosztályban hirdettek meg, a méhek, a méz és az egészség téma körében. A pályázó 29 fiatal rajzaira a konferencia idején is lehetett szavazni.